21. alkalommal rendezték meg Dél-Kelet-Magyarország egyik legnagyobb gasztrokulturális fesztiválját, a Szarvasi Szilvanapokat. A háromnapos rendezvény a Szarvasi Szilva és a hozzá kapcsolódó hagyományok jegyében telt. Sok-sok szilvalekvár, szilvapálinka, szilvás sörök és sütemények, valamint élő koncertek, családi és gyermekprogramok és az elmaradhatatlan felvonulás várta az érdeklődőket. A vásári forgatagban sok árus kínálta az ízletes gyümölcshöz kapcsolódó hagyományőrző termékeit. Szoktunk jönni, ugye minden évben van ez a szilvanapok. Hát a környéken, mint gyümölcstermelőként vagyunk jelen. Ugye Gyomaendrőd, az tőlünk ilyen szűk 20 kilométerre található, és főként egy szilvát termelünk, egy 15-6 hektárba, illetve sárgabarackot. Így gondoljuk, hogy talán van itt azért egy kis helyünk, és akkor próbáljuk ugye itt az alapgyümölcsöt, illetve a lekvárokat, ami belőle készült, ugye ezeket termeljük és forgalmazzuk. A látogatók megkóstolhatták a különböző hagyományőrző egyesületek termékeit is. Mi 21 év óta itt vagyunk a rendezvényen, tehát azért látszik itt az egész strandunkon, hogy itt körülbelül 20-an egyesületi tagok dolgoznak, és akkor igaz, elől csak a szépségek vannak, a lekvárt korábban főztük meg, szépségek vannak elől, azért hátul is dolgoznak, akik szakácsok, egyesületi tagok keverik a lekvárt, készítik a gombócot és a derejét, itt pedig elől szépen tálalják a fiatalok, gyönyörűek, hiszen hagyományőrzők vagyunk, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy az ide látogatók azért olyan élménnyel menjenek el Szarvasról, innen a történelmi Magyarország közepéről, ahol azt fogják mondani, ez igen, ez a szilva nap Szarvason. A fesztivál és az egészséges gyümölcsből készült termékek idén is sok látogatót vonzottak Szarvasra. A helyiek mellett az ország számos pontjáról, valamint Szarvas testvérvárosaiból is érkeztek delegációk, érdeklődők. A rendezvény évről évre egyre népszerűbb, ez bizonyítja az is, hogy mára a legtöbb embernek a szilváról Szarvas jut először eszébe.